Sziasztok! Május 21-e van kedd. Kinézek az erkéről, milyen idő. Ez szokásos. Még a szokásosnál is talán kicsit szelesebb az időjárás. Bár nincs annyi felhő, amennyi tegnap volt. Ma is blingázni fogunk. Az útirány az pedig délfele lesz, olimpiáda. És meg talán azon is túl. Kívülök megnézem az időjárást a hegyek felől is. Elég tiszta. Szerintem ma szebb idő lesz, mint tegnap volt. A szél ellenére is. Lassan 1:15 van. Pringát bekészítettem a következő útra. Szokásos kulacstartók a nyereg alatt, vázon, kormányon, kormánytáska, visszapillantó, és most fölkötöztem a strandpapucsot, ezt a tengerjáró cipőt is. És akkor most elindulunk ebben az irányban, olimpiáda felé. Jó idő van, tűz a nap, és van egy kis erős szelünk. Egy ilyen 25-26 fok az most garantált. Azért is öltöztem be ilyen UV állóinkbe, mert nagyon leégett a nap, és van egy kis napallergiám. Akkor mehetünk is. Ilyen szépen lassan ráérősen megyünk. Olimpiáda az nincs messzebb, mint 20 km körülbelül. Hát ez is 6 per kb. Mindenképp közelebb van, mint a tegnapi úti célunk volt. Kimegyünk a főútra. És múltkor rosszul mondtam, ez nem a kettes, ez csak a szigeten belüli főút. Ez csatlakozik jobbra följebb föl a kettesre. Van ám forgalom. Motoros megy, indexel, és mehetünk is. Már most nyugtázhatjuk az erős szembeszelet. Ez a nap a legszelesebb eddig. Itt ez a szép park. Ezt látogattuk meg az első nap, szombaton. Itt vagyok a körforgalomnál. És itt erre el is hagyom. Úgy érzem, a mai egy jó szembeszeles nap lesz. Itt is teszik ki a napágyakat, napernyőket. Tulajdonképpen a part mentén fogunk haladni most is. Hol közelebb, hol távolabb. Innen Stavros végétől pár méterre is egymást érik a tengerpartok. Kinézek az egyikre, ahol nem olyan gazos, ma azon nem vagyok hajlandó átmenni bringával. A franc tudja, hát ha van valamilyen bökős gizgaz itt a homoknál, és megnézem a partot. Itt végig lehet menni egészen, az ott még Stavros partja, és lehet gyalogolni végigvál. Válogatni a tengerpartok között, ott már kim vannak például napernyők, majd oda is elmegyünk. Előbb megcsekkolom itt a helyzetet. Itt kevésbé látom szemetesnek a partot. Köves, homokos. A tengerhez érve inkább már kavicsos. Az a kerek kavics, nem az a bökős. Elég tiszta a part. Egy-két PET palack, nem több. Szép a tenger. Csak nagyon erős szél fúj most is. Távolban még látszik Stavrosnak a halász kikötője is.
Nagyon szép színe van a víznek, ezek az átmenetek. Csak rettenetes erős a szél. Körülbelül egy ilyen 30-35-tel fúj. Legbiztosabb, ha az ember nem megy a fűbe, bár nézegettem az aljnövényzetet, szerencsére nem láttam ezt a tövises, szúrós gazat, amivel találkoztam 2 éve Szártin. Most nem megyek ki a tengerpartra, de itt már kint vannak a napvédők, és lehet látni a srác itt kenegeti, festegeti őket, készülnek a szezonra. És itt is az út mellett nagyon szép görög feeling. Mediterrán házak. Haladok egy pár méterre a parttól. Ez az út inkább visszafele lesz érdekes, amikor közvetlenül a part mellett tudok majd haladni. Úgy látom, itt az utunk elmegy fel a hegyek irányában. Innen jöttem. És madárcsicsergés. Jó kis visszafordítók vannak itt. Tolom a bringát. Hiába Monti, egyszerűbb. Na itt már megenyhült, és ott van előttem Stavros végetábla. És a szél is megenyhült. Ilyen helyen nagyon nem mindegy, hogy működik-e a váltó, vagy nem. Tulajdonképpen Stavrost déli irányba is, meg nyugat irányból is körülveszik a hegyek mindenhol. Ez a tegnapi síkterep, ez csak átmenet volt. Ide jó váltók kellenek, és jó fékek. És innen jön egy kis lejtő. Lehet, hogy csak ennyi volt a hegymenet, nem tudom. Még tartogathat meglepetéseket az út. Innen érkeztem, másodpercre tettem ide a bringát, marad az úton, és elmegyek oda, ránézek a tengerre. Jó kis eldugott partok vannak itt, csak úgy vág fölfele a szél. Gyönyörű a tenger színe. Mindjárt felérünk egy újabb emelkedő tetejére. A sziget a távolban elvileg a Kafkanas. De szép itt a tenger. Ezek a sárgán virágzó bokrok, tényleg ez a szép májusban. Most újra emelkedünk, de már közeledünk olimpiádához. Nagyjából ilyen 3-4-2 van most. Éppen énekelnek a fülemülék, imittam ott. Ára hallatszik a szembeszéltől. Félreálltam itt egyet inni. Azért jó meleg van. Nem véletlenül mondta az idegenvezető, hogy 5-ször jobban süt a nap ilyenkor tavasszal. Bringa be lettám idomítva, hozzá se ér a fűhöz. Hiába nem játék, ilyenkor pikpak leég az ember, ha nem figyel oda. Olimpiáda! Lobog a zászló, kim vannak az árusok. Na és akkor itt le, balra.
Jó, kezdődik olimpiáda. Újabb kereszteződés. Ú, de szép ez az ingatlan itt bent. Nem is jobbra megyünk, Ancient Stageria felé. Egy kiszáradt meder. Gondolom, amikor kijönt a tenger, vagy a hegyekről lezúduló eső esik, itt vezetik be a tengerbe. Csendes kisváros. Hát most siesta idő van. Nyugi van mindenhol. Ilyen főtér ez itt. Lemegyünk a part fele, csak nem olyan egyszerű, mert itt ez ilyen lépcsős kialakítású. És értünk ide a partra. Tengerparti vendéglők sora. Itt is csendes még minden. Itt ott egy-két vendég, de hát még a napernyők nincsenek kipakolva itt sem. A part az szép, minden első látásból. Nem látok szemetet sehol sem. Tehát ez olimpiáda. Ez a jó bringával jönni, nem okoz akadályt az ilyen útzár. Ezt szerintem akkor kihajtok a végére. Onnan érkeztem, lehet látni azokat a kis vízi bicikliket a parton. És itt is a partmanok. Na most megyek, megkeresem Stageria romjait, szerintem arra kell mennem, minden, mintha már látnám is. Hangulatos tavernák a tenger mellett, és ezek a kis szűk utcák is. Hát így gyönyörű a part, szép, homokos és tiszta. Vannak a pálmafák. Haladok a kikötő felé. Itt van egy templom is. Seregélyek, csak úgy énekelnek. És akkor haladok tovább a kikötőhöz. Szép a víz itt is. Talán erre lesznek a romok. Itt van valami sétány.
Hát szokásos halászkikötő, de tiszta a vizei, ennek is, és a partja is tiszta. Na szóval, elvileg erre föl hegynek. Voltam azon a dombon, aztán most kicsit terepes lett a szakasz, de előttem a hegyen, ott az oldalán már mennek föl a várfalak. Ott van a romnak a vonulata. De itt mellettem közvetlenül van egy nagyon szép tengerparti rész. Elvileg ennek a partnak Ammódia a neve. Le is nézek, azt írta a tábla, hogy nagyon jó a vízminősége. A betyárját, ez tényleg jól néz ki. Hú, ez egy ilyen rejtett part, majdnem mint a Robinson part volt korábban. Á, gyönyörű a vize is. Szemben pedig Kafkanas szigete. És eldöntöttem, ez egy olyan hely, ahol érdemes fürdeni. A térképen Szikia Beach a neve. És én most leviszem a bringát, azt jön az első mártózás a szezonban. Gyorsan átvedlettem. Tengerjáró cipőt a biztonság kedvére felhúztam, és itt van a ruhatárolóm, illetve a minibárom is. Kicsit hűvös a víz, és itt már inkább kavicsos. Egy kicsit sétálok, hogy még szokjam. Gyönyörű ez a partrész. Milyen színe van a víznek, ezzel nem lehet egyszerűen betelni. Hogy fokozatosan megy át sárga, zöld, és ott már a kék. Már derékig benne vagyok. Nem túl meleg, csak egy pillanatra mártózom meg. Ha, szokni kell, de jó, hogy nem fúj a szél. Az lenne az igazi gond. Váltakoznak, hol hideg, hol meleg áramlatok. Ó, hát ez nagyon jól esett. Kis megmártózás. Nem mindegy, hogy hol mártózunk meg. Jó, most látom, ott van fönt a várom, ott egy bást, és ott húzódik végig fel a dombon. Szemből jöttünk le a falépcsőn. Persze sokáig nem ejtőzöm itt, mert a melegtől még ez messze van. Jönnek a hullámok. Újra kisodort minket a partra. És kinn is vagyok. Hú. Hát ez jó volt. Ez jó esett. Trikómat kiraktam, mert kicsit megizzadtam, hadd száradjon. És egy kicsit most ejtőzöm a parton, száradok én is. Akkor most száradási projekt van egyelőre, aztán megyünk föl majd a romokhoz. Negyed öt van, egy jó óra azért elment azért ezzel a fürdőzéssel, de hát ennyi meg kell.
Ugye mire az ember visszaöltözködik, meg megszárad. Na most akkor ez zárva lesz. Úgy néz ki, hogy zárva van. Szerdától hétfőig, 9:30-tól 4:30-ig van nyitva. Kedd, az ma van, ma szünnap van. Jó van, ide még majd visszajövök. Ezt nem hagyom annyiban. És ha jól látom, akkor a belépés ingyenes. Annyira nem is bánom, hogy zárva voltak a régészeti romok. Azt hiszem, ez a tengerpart bőven kárpótolt engem mindenért. És lefele egy másik irányba megyek. Mögöttem van olimpiáda. A kikötő, arra jöttem föl, ugye. Nem tudom, mennyi látszik, pont szembe fényes. És ott a templom. Akkor indulunk vissza. És ha megkóstolok egy muszakát, melyik helyet szeressem. Ez az az étterem, ide ültem be, közvetlenül a kiülőhöz. A bringát azt letámasztottam, és nem akartam kiülni a tenger mellé, mert ott vannak vendégek, napoznak az ágyakon. Ez a szék itt, az az asztal, ez bőven meg fog felelni nekem. Nagyon hangulatos kis étterem ez. Reméljük az étel is ilyen finom lesz. Ez valami tradicionális étel, de nagyon finom. Nekem egy picit a húsa a töltött káposztájára emlékeztet. Van benne krumpli is, meg gondolom ez valami olivabogyónak lehet a héja. Hát passzolom. Mindenesetre nagyon finom. Finom volt ez a muszaka, és kiadós volt. Akkor ránéztem, azt hittem, hogy ez egy kis adag, de amikor elkezdtem enni, hát alig fért belém. És ez az étterem pedig Akroyali volt, a muszakáért meg nem egészen 13 eurót fizettem. Úgyhogy most elmegyünk vissza szépen lassan Stavroszba, már csak azért is, mert már 7:45 lesz. Ebből az irányból jöttem, de hazafele egyenesen megyek. Itt térek rá majd a főútra, hogy szép ez az apartman. És a muszaka az 3 szelet kenyérrel és 2 decis kólával került ennyibe. Milyen magas leánderbokrok. Ez hihetetlen. Ha van vagy 4 méter majdnem. Itt végig leánderek vannak. 6 óra körül, 6:30-kor. Csak az a baj, hogy ilyenkor már a kutyák is kezdenek felélénkülni. A nagy melegben mindegyik heverészik valami fa alatt, ilyenkor meg már aktívabbak. De jól néz ki ez az átkelő. Szimplán átfolyik itt a víz. Visszafelé is ugyanezen az úton megyek, és 6:30 van. Csak ilyen ráérősen. Hegynek föl, dombról le, és ilyen hullámvasutas lesz az út. Meglehetősen kényelmes, így jól lakottan, teli gyomorral gurulni lefele. Ez pont jól esik. Ezen a parton itt lent már jóval nagyobb kövek vannak, emberfej nagyságúak, és sajnos szemét is akad. Félreálltam inni egyet, meg szemüveget is kellett cserélnem, azért a muszakára lehet inni rendesen. És már rég akarom mondani, csak mindig elfelejtem, a tárcsafékek nem hidraulikusak, hanem bóvdenesek. Milyen szép, nagy, lombosak ezek a fák a hegyen. Ezeket a fékeket nem elég ám félkézzel megfogni, 2 ujjal, ezeket jó be kell ám rántani.
Én is itt vagyok újra Stavros elővárosában. Megérkeztem újra a tenger mellé. Micsoda hangja van a féknek, igaz? Ebből az irányból jöttem le a hegyről. Itt van egy padasztal. Félreállok egy kicsit. Fújok egyet. Előttem a tenger. Bringa jó szolgálatot tett ma is. Leviszem magammal a partra, rá lehet pakolni a ruhákat. Miközben öltözködök, fél lábbal egyensúlyozok, van mibe kapaszkodni. Ott van a kis minibár, étel, ital. Hiába a bringa az ember legjobb barátja. Nyolc óra van. Én lassan elköszönök tőletek és visszamegyek a szállásra. Holnap, ha jó idő lesz, megint egy bringás nap jön. Remélem ez a rész is tetszett. Olimpiádában voltunk, és strandoltunk egyet Székia Bécsen. Na hát akkor holnap ugyanitt találkozunk, szerintem ugyanez lesz az útirány is, és megnézzük ezt az archeológiai parkot. Ciao mindenkinek, sziasztok!